Hajszá, talán volt egy olyan sztori, és ezt bárkinek elmeséljem, nem hiszi el, hogy én hazamentem az akkori páromhoz, váratlanul, és valakivel otthon volt már. Én nem csináltam semmit, én lefeküdtem aludni. Mi úgy, hogy ott volt egy másik csávó? Igen. És lefeküdtél aludni? Igen, lefeküdtem egy másik helyre aludni a lakásban. Jézus Mária. Majd én hiszem azt, hogy én kempót meg karatéztem, és én a lelki kibillentésre, az úgy hívják, hogy kuzusi, a lelki, a pszichés, vagy a fizikai kibillentésbe hiszek. És ha egy olyan dolgot csinálsz, amit az ember nem vár, vagy nem számít, akkor az a kibillent előtt. Fölkeltem másnap reggel, előbb, fogtam, volt egy nagy asztal, három széket ott tettem, a három széket, csináltam egy kiadós rántottát. Nekik is? Nekik is. Letettem a tányérokat az asztalra, és lejöttünk, és mondta, gyertek, kész reggeli. Atya úr. És se a csaj, se a csávó nem. Nem különösebben értették a szintet, de azt tudták, de hogy oda, azt nem csinálhatják meg, hogy persze, hát, hanem akkor lehet, hogy nálam robban el valami, érted? Tény, hogy jól csináltam, amire nem számít senki. De utána te elköltöztél másnap? Igen, másnap elköltöztél. Ma aznap. De ebből bocsánat, máshol tragédia lett volna, ez egy infraganti. Ezt én tudom kezelni, én ezért nem fogok neki menni a csávónak, meg a csajnak sem. Én sem vagyok neki.